Szőlősgyörökön immáron hatodik, hagyományteremtő szándékkal elindított konferencia a keresztény magyar humornak állít emléket Gárdonyi Géza édesanyjának szülőfalujában. A háromnapos konferencia előadásain a híres magyar íróhoz, költőhöz és tanítóhoz kötődő írások és elemzések hangzottak el, illetve az idei konferencia Strobl Alajos munkásságának és személyiségének is emléket állított, mondta el a főszervező Gárdonyi Géza dédunokája. Pozitív dolgokról volt szó. Pozitív állítások hangoztak el, nem relatív értékelések, hanem beszéltünk a jóról, a szépről, a szeretetről, az örömről, a hitről, arról, hogy a művészet és az értékek azok mind valahol a túlvilághoz, az égiekhez kapcsolódó értékek, létezik szent művészet, erről beszéljünk, erről legyen kétnapnyi alkalom arra, hogy aki ide látogat, akkor egy kicsit feltöltődve tudjon innen elmenni, és vigye magával azt a örömet és boldogságot, amit hát a dédapám életműve valahol sugall, mert ezek a előadások mindezeket az értékeket fedezik fel. Egy nagyon érdekes dolog, neki van egy titkos naplója, ahol az ő művészeti elképzeléseit megpróbálta összefoglalni. És számomra egy megdöbbentő öröm, hogy az elemzések, a tanulmányok, az előadások végül is mindig azokat a dolgokat mondják vissza, amit ő szeretett volna, hogy az emberek megértsenek. Gárdonyi a magyar irodalom egyik klasszikusa volt. Íróként és néptanítóként is a legfontosabb feladatának az isteni szeretet és a természet szépségeinek megismertetését tartotta. Varga László megyés püspök előadásában elmondta, ha szeretünk és szeretve vagyunk, akkor Isten öröme betölt bennünket. Ha azonban nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor jönnek a különféle örömpótló dolgok. Nagyon könnyen kínálják magukat a leglelkesebb örömlányok, ez a 4H, amit az előadásban említettem, a hatalom, a hírnév, a hangulat és a haszon. És ezekkel az örömlányokkal, ha nincsen jó kedvünk, vagy éppen jó kedvünk van, de nem az örömben élünk, akkor könnyen idézőben parádnálkodunk, és nagyon gyakran becsöngetünk hozzájuk, és velük akarjuk pótolni azt az örömet, ami az Istenben való lét, boldogsága és öröme. Minél közelebb kerülünk a Szent Háromsághoz, minél személyesebb, minél kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal és az evangéliummal, a Szentlélek annál világosabban mutatja, hogy hol kell változnunk és miben kell megváltozunk. És amit felismerünk a Szentlélek segítségével, aki nem csak belül működik és direktben, hanem indirekt módon is, a környezetünkön, a körülményeken keresztül is üzen, hogy változnom kellene. A rendezvény Gárdonyi és Göre Gábor figurája mára Szőlősgyörök szerves kincsévé vált. Amit csak lehet a település, mindent megtesz azért, hogy ezek a konferenciák Szőlősgyörökben folytatódjanak. Olyan értékes kultúrát, olyan magas szintű előadásokat hallgathattunk meg, ami útravalónak nekünk ez egy életre szól. Belső öröm, ezzel azt is mondom, hogy van külső öröm.